Tisztel Vidám vasárnap szerkesztősége. Legutóbbi élő adásban elhangzott Maros Szent Györgyi néző levelére szeretnék reagálni, aki amiatt fejezte ki neesztelését, hogy a híd gyülekezete többet imádkozik Izraelért, mint az erdélyi magyarokért. Évekkel korábban a román keresztény televízió csatorna, az Alfa és az Omega televízió kerekasztal beszélgetését néztem, amelyben Izrael fontosságáról beszélgettek a román keresztény pásztorok. Itt hangzott el az az állítás, hogy Romániából hivatalos küldöttség utazott, Izraelbe bocsánatot kérni a holokauszt ideje alatt. A Romániában elkövetett bűnök miatt. Még abban az évben a mezőgazdasági termés megduplázódott a román gazdaságban. A Biblia személyes életek is alátámasztják, hogy akik Izrael mellé állnak imában, Megtapasztalják az élő Isten támogatását az életükben, amint Isten beszéde mondja, és megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki tégedet átkoz, megátkozom azt tisztelettel egy eredeti erdélyi M. György. György, barátunk arra reagált, hogy beszéltünk arról, hogy milyen összefüggés van a hazafiság és a cionizmus között, mert mi minden ellenkező propagandával szemben, ami terjed Magyarországon is, a nemzetisé, nemzet értékeihez és érdekéhez való hűséget nem tartjuk összeegyezhetetlennek a cion ügyének a támogatásával. És nem csak itt holokauszról van szó, hanem arról is van szó, hogy a modern Izraelt nagyon sokan el akarják pusztítani, nagyon sokan megkérdőjelezik az állam fenntartásához való jogukat, az önvédelmi jogukat, rendszeresen konfliktus helyzetekben ezt a, a, az álláspontot fogalmazzák meg, nagyon sokan a muszlim világból, nem csak fanatikusok, terroristák, hanem mások is megfogalmazzák ezt. És mivel, hogy mi tisztába vagyunk azzal, vagy tisztába kellene lenni, különösen minden kereszténynek, hogy a zsidóságnak milyen szerepe volt a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásban, milyen szerepe lesz a jövőben, milyen szerepe van a jelenlétben is, akár a nemzeti kultúrában, akár az egyetemes kultúrában, milyen fontos uh, uh, Izrael államának a létezése, Jeruzsálem létezése, az a tény, hogy Jeruzsálem Izraelnek a fővárosa, ezt meg vagyok róla győződve, minden tisztességes, becsületes kereszténynek támogatnia kell, és imádkozni kell azért, hogy Izrael, Izrael, izrael legyen, és Jeruzsálem pedig Izraelnek a fővárosa maradjon meg egy és oszhatatlan városként. És még sok más ilyen program van izrael kapcsolatosan. Mert a holokauszt az múlt. Ugye Jézusnak a példabeszédéből Tudjuk nagyon jól, hogy a mártíroknak a koszorúzása az igazából soha nem e, mutatja meg, hogy egy embernek a szívébe mi van a történelmi drámákkal, tragédiákkal kapcsolatosan, tanult-e ebből, levont-e megfelelő következtetéseket vagy nem. Ugye farizeusokat ezért pelengérezte ki Jézus, hogy a múltnak a mártírjait em, ö, ö, ünneplik, koszorúznak, de viszont nem veszik észre, hogy azoknak a szellemi vagy más kulturális leszármazottjait megüldözik, és kivetik a társadalomból. Na hát ezért mondja Jézus, hogy ne legyünk olyanok, mint a farizeusok, óvakodjunk a farizeusoknak a kovászától, a képmutatástól, hanem ma a döntő kérdés, és amivel megbújik ma az antiszemitizmus, és zavartalanul terjed Európában is, az pontosan az antizionizmus. Ezért is a keresztényeknek tudniuk kell, hogy ez a történet, ez az átkozott történet, ami, ami azzal áll összefüggésben, amit Isten mondott, Ábrahámnak, hogy aki tégedet átkoz, az átkozott, és ilyen módon a nemzetekre hozzák azok az átkokat, akik meg akarják hiúsítani ezzel kapcsolatosan Istenek a széljait, terveinek a megvalósulását, hogy ezzel szemben a keresztényeknek bátran, bölcsen, okosan képviselni kell az Istenek a beszédét, azokat a szellemi értékeket, alapelveket, amelyeket ezt az eseményeket, és ezt a, ezeket a folyamatokat, amik Izraelben zajlanak, értelmezni lehet. Például a Izajás profétánál az is szerepel, Múlt, ö, egy hete utaltam arra, hogy Jeruzsálemért az imádkozást nem csak a zsidók számára, hanem minden Izrael istenébe hívők számára, Isten kö, ö, úgymond kötelességét tette. De azt is, arra is fölhívja a nemzeteknek a figyelmét, hogy az összegyűjtés ideje alatt, hogy hirdessék azt, hogy az egybegyűjtés, a visszatérésnek a folyamata nem csupán politikai jelenség, hanem abban Isten van benne, Isten gyűjti össze Izraelnek a fiait az utolsó napokban. Tehát ezt tenni kell, és ezzel kapcsolatos ügyeket támogatni kell, akkor is, hogyha nem minden operatív intézkedést vagy politikai döntést, Fogad... Üdvözöl az ember, amit Izrael kormánya végez, tehát nyilvánvalóan, hogy ők emberek, sok hibát is elkövethetnek, ezt lehet kritizálni, de alapvetően Izraelnek a létezéséhez való jogát, Izrael államának a, a, a létezését, meg a különböző nemzeti vállásnak a folyamatait, fontos eseményeit, azt meg vagyok róla győződve minden, Bibliát ismerő keresztények, vagy nem ismerő bibliát nem ismerő keresztényeknek, humanistáknak is támogatniuk kell, és jó, ha támogatják.